Közel 90 autóval indult az Arabona Rally Club első idei futama az Écsi Rábaringen, köztük 9 osztrák duóval és 7 licenszes páros is rajthoz állt a szezonnyitón. 4 egyenként 8 kilométeres új vonalvezetési gyorsot kellett teljesíteniük a résztvevőknek, és bár sokan ideje korán kiszálltak a versenyből, a Metabont kupa rendben zajlott. Dacára annak, hogy a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség átalakult, és sokáig kérdéses volt az ARC első idei száguldása. Azt nem mondanám, hogy minden rendben van, de nagyon biztató jelek vannak a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség házatáján. Azóta már megalakult az új szövetség, új elnökségünk van, új sportbizottságunk van. Én azt gondolom, hogy jó irányban tartunk, és az is, hogy meg tudtuk rendezni ezt a versenyt ennyi nevezővel, ez azt jelenti, hogy rendben van a dolog az MNS-szel is. Az abszolút címvédő Fodor Márton Leymeister István páros nem indult a Metabont kupán. A 2 évvel ezelőtti győztes Huszár Roland Papesz viszont igen. A BMW terelgető pilótának végül nem sikerült a dobogóig repesztenie. Az ifjabb Fogarasi Attila Tolockó Péter kettősnek viszont igen, bár a második gyorsan amolyan üldözéses futamba keveredtek, amit a csapat jóvoltából meg is tudunk mutatni. Pedig a team autója az utolsó pillanatban készült el. Ez egy 2000-es GSI, egy 5-ös tolósváltóval. A héten kedden lett kész, szerdán hajnalba járattam be, csütörtökön gumiztunk, pénteken futóművet állítottunk, és most megyek vele először. A Céltransz Rally Sprint Bajnokság első állomásának abszolút kategóriájában harmadik helyen végzett a Lada VFTS terelgető pénzes Mészáros duó. A második a szintén Ladás Tölgyesi Nemes páros lett, míg a győzelmet a Fogarasi Tolockó kettősnek sikerült megszereznie.